125 évvel ezelőtt, 1897. október 20-án született Bátaszéken a Városi Könyvtár névadója, Keresztély Gyula. A tanári munkáját 1921-ben kezdte meg Bátaszéken, az általa alapított magánpolgári iskolában, majd mikor ezt az iskolát 1922-ben államosították, itt folytatta tovább a működését. 1927-ben kinevezték a Tolnai Állami Polgári Iskola igazgatójává. Az Országos Polgári Iskolai Tanárok Egyesület körének a pénztárosa volt. Több helyi körnek, egyesületnek választmányi tagja. Az iskola igazgatói tevékenysége mellett tanított történelmet, közgazdaságtant, egészségtant, karéneket, az egyházi énekkart vezette. Az iskola gondnoki teendőit is ellátta, ő volt a segédkönyvtár őre. Fontosnak tartotta az iskolai ifjúsági könyvtár évenkénti bővítését. A sportkör tiszteletbeli tagja, elnöke volt. Támogatta az önképzőkörök megalakulását. Hangsúlyozta a család és az iskola együttműködésének jelentőségét és fontosságát. A szülői büntetésről és eszközeiről címmel előadást tartott a szülőknek. Dolgozott Marcaliban és Győrben is. 2008. januárjában egy volt tanítványa így írt róla. Keresztély tanár úrnak 1950-től 1954-ig a Bátaszéki Fiúiskola felső tagozatában voltam a tanítványa. A mindig nagy tiszteletben álló pedagógusnak igen nagy tekintélye volt, nem csak a diákok között, hanem a teljes tantestület előtt is. Korán őszült és szép fehér hajkoronája már messziről tiszteletet parancsolt. Az osztályunknak 4 évig magyar irodalmat, nyelvtant és történelmet tanított. Nagyon meghatott mindnyájunkat, hogy német származása ellenére mennyire szerette és rajongott a magyar irodalomért és a magyar történelemért. Az osztályában mindig teljes csend volt, a tananyaggal kapcsolatos történetei lenyűgözőek voltak. Megemlítette, hogy győri tanári tevékenysége idején József Attila többször bekopogott hozzá a verseit árulva. A fogalmazás tanítására mindig nagy hangsúlyt fektetett. A jellegzetes megjegyzése ma is a fülemben cseng. Az egyszerű, mindig nagyszerű, mondta többször. Kitűnően zongorázott. A minden évben megrendezésre kerülő iskolai torna ünnepélyen a tanár úr zongorajátéka külön élményt jelentett. Kidolgozott akkordjai és a kitűnő improvizációs képessége jellemezték játékát. Erre a zenére tornáztunk ütemesen a labdarúgó pályán. A Bátaszéki Községi Könyvtár megalapításában, fejlesztésében igen nagy szerepe volt. Keresztély Gyula könyvtárosi kinevezésével a községi tanács határozatainak 1960-as nyilvántartásában találkozunk először.